Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Egy picit belenézünk az őszbe. Ősz a skorpióknak. Egyes ház. Hogyan fogjuk érezni magunkat? Mi jár a fejünkben? Ez maga én. Én. Az észszerűség. Ésszel. Csak ésszel. Mindent. Csak ésszel. Logikusan. Átgondolva, átrágva. A kettes ház, ez maga a pénz. Amiért meg kell dolgozni, ez maga az önértékelés, a személyes energiánk, és egy csodálatos kártyalap, maga a kelyhek tízese. Ez maga a boldogság, az örömforrás. Tehát lesz pénz. Megdolgoztunk a pénzért? Megkapjuk a pénzt. Öröm. A hármas ház, ez maga a kommunikáció. A kommunikáció a környezetünkkel, tehát a családtagokkal, a szomszédokkal. A hármas ház az az információ, a dokumentumok. Na most, itt lesznek választási lehetőségek. Jó? És mindent ésszel. Mit választok? Pirosat vagy kéket? Jobb vagy bal? Tehát ésszel. Nem hiába a legelső kártyalap az észszerűség. Meg kell ezt gondolni, mielőtt döntést hozunk. A négyes ház, ez maga az otthonunk, a családunk, és megint a kettes. És ez viszont a kardok kettese, az észszerűség. Valaki, ha akar venni egy lakást, egy házat, nagyon meg kell gondolni. Információt gyűjteni, szakmai tanácsot kérni, tehát nem kapkodni. Itt megint az ész, a logika, a tisztán látás dominál. Tehát le kell venni azt a kötést a szemünkről, és szembenézni, akár a problémáknak, mert ugye a négyes ház, ez maga a család is. Az ötös ház a boldogság háza, a szórakozás, az ismerkedés, a találkozások, a randi, a hobbi, a sport, a művészet, a nyaralás, a gyermekünk, ez maga az örömház, és tessék, egy csodálatos kártyalap, a kelyhek kettese. Hát itt boldogság tombol. A randi, így van, hát ez maga a szerelem. A megértés. Ez amikor a két oldal ugyanazt akarja. Boldogság egyszerűen. A boldogság háza nagyon nagy boldogságot, nagyon nagy örömöt ad. A hatos ház már nehezebb, mert ez maga a munka, az egészség, a betegség, a házi állatok, az orvos, a kórház, a táplálkozás, ez egy kicsit nehezebb, és itt tombol egy lovag. Itt tombol a tűz energia. Tehát itt meg kell dolgozni. Ugye ez a munka nehéz lesz. Dolgozni kell lesz. Igen, itt az egészségről van szó. Meg kell lesz dolgozni érte. Ha betegségről van szó, akkor nem lesz könnyű az a gyógyulás. Ez a ház egy kicsit nehezebb. A hetes ház a partnerség. A házastársak, a szerelmi partnerek, tehát személyes partnerek, az üzleti partnerek, munkapartnerek. És harc. Harc. A botok ötöse, ez harc. Ez konfliktus. Jó, tehát készen kell lenni erre a harcra. Nem lesz megértés. Nem lesz támogatás.
A nyolcas ház, ez idegen pénz. Nagy pénz, ez idegen energia. Ez maga az élet és a halál háza. Nagy változások lehetnek itt. Viszont ez egy csodálatos lap. Nagy pénz. Ez maga a nap. A nap maga nagy pénzt mutathat. Sikert. Hatalmas sikert. Úgyhogy ez csodálatos. Ez nagyon nagy boldogság forrás. Ugye a nagy pénz az maga a bank is, a hitelek is. Ha valaki esetleg igenis kér hitelt, akkor azt meg fogja kapni például. Lakást akar venni, ésszerűen hitelt kér, meg fogja kapni. Ez lehet akár nyeremény is. Ez lehet akár örökség, hagyaték. Tehát itt nagy pénzről beszélünk. A kilences ház, ez maga a tanulás, a külföld. Tehát valaki valamit befejez, vagy otthagy. Azt fogja mondani, hogy ebből elegem van. Ugye tanulásról beszélünk, valaki nagyon nehezen befejezi azt a tanulást, végre megszabadul valamitől. Olyan is lehetséges, hogy valaki például tanul, és azt mondja, hogy na, neki ebből elege van. Itt befejezem, és nem fogom folytatni. Ilyen is lehet. Tehát itt egy nehéz befejeződés lehet. A tízes ház, az maga a karrier, a státusz, a célok, az ambíciók. És ötös, kelyhek ötöse, itt lehet valamilyen csalódás, valamilyen szomorúság. És amit még mondani kerül a kilences házról, mert ez is maga a kommunikáció, viszont idegenekkel. Itt lehetnek ilyen viták, veszekedések megint, és ugye itt a partnerség, itt is vita. Itt lehet egy fájdalmas lezárás. Aha. Na, megyünk tovább. A 11-es ház. A 11-es ház maga az őrangyalunknak a háza. Ez minden, ami internet. Munka, szórakozás, beszélgetés, a közösségi média, a csoport is ide tartozik. Mit mond az őrangyalunk? Győzelmet. Ha esetleg valaki bele akar vágni egy internetes projektbe, tanulásba, munkába, tehát bármibe, ami internetes, vagy ami csoportos, az sikeres lesz, az győztes lesz. Határozott, siker, győzelem. A 12-es ház, ez maga a titok. Ez egy misztikus ház. Láthatatlan világ. A távoli földek például. És egy csodálatos kártyalap. Jaj, de jó kártyalappal befejeztük ezt a kört. Ez maga az érmék ásza, ez maga az univerzum ajándéka, ez maga a pénz, a boldogság, a siker, az értékek, az új lehetőségek. Valakinek akár a távoli vidékről jöhet a segítség, de az univerzum segít. Húzunk még egy kártyalapot. Mi a tanács? A tanács, hogy jön a segítség, tessék. Jön az anyagi segítség. Lehet egy jó szponzor? Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sziasztok!